Az önkormányzati tulajdonú külés belterületeken egy sikeres pályázatnak köszönhetően felszámolják az illegális hulladéklerakókat. A részletekről Magyarkán beszélgettünk a szakemberekkel. Mint Hamar Bence, a Nagykunsági Környezetgazdálkodási Kft. Munkatársa elmondta, jelen pillanatban Magyarkán számolnak fel vegyes hulladékot, települési kommunális hulladékot. Gumiabrancstól kezdve bálamadzag, kötegelő madzag, szalagok, rongyok, tehát mindent, tehát vegyesen, fóliák, vegyesen, minden található. Nagyságrendileg még ugye nem tudunk súlyokat, ezek még most lesznek kiszállítva, de már történt kiszállítás Kartagnak a belterületén, az északi és a déli külvároson. Balajti József, a Nagykunsági Környezetgazdálkodási Kft. Ügyvezetője elmondta, a jelen időjárási körülmények között nem könnyű a szemét felszámolása, bár most a jó időben tudnak a gépekkel haladni, de néhány hete a komoly csapadékos időjárás miatt csak a reggeli, délelőtti órákban tudtak dolgozni a felázott területeken. Jelenleg elég nehezen haladunk, mert látható itt a hátunk mögött, hogy milyen körülmények között kell dolgoznunk. Bár azt kell mondjam, milyen szép tavaszi időben ez még a jobbik időszak. Itt néhány héttel korábban ugye elég komoly csapadékos időjárás volt, és sajnos csak a reggeli délelőtti órákban volt fagy, amikor tudtak könnyedén dolgozni vagy mozogni a gépek. Utána délután már sok esetben be kellett fejezni a munkát, mert ezen a igen felázott területen és ilyen megkelt területen nem tudtak dolgozni a gépek. Az, hogy pontosan hány ember dolgozik, azt igazából én nem tudom teljesen pontosan megmondani. Egy partnercég bevonásával közösen végezzük itt ezt az illegális lerakónak a felszámolását. Ez a Nagykunsági Mezőgazdasági és Vízgazdálkodási Kft. Vesz részt ebben a munkában. Az ő gépei láthatók itt a háttérben, mi pedig a szállítását fogjuk elvégezni itt ezen a területen. Most azon a területen, amit már felszámoltunk, ott hála Istennek nem képződött újra a hulladék. Sajnos vannak még olyan területek ott a külvárosi részeken is, amelyek szintén be lehetne avatkozni, de azok elsősorban magánterületek, tehát nem önkormányzati területek. Itt jelen pillanatban mi feladatunk az, hogy az önkormányzati területekről ezeket az illegális hulladék elhagyásokat felszámoljuk, ott pedig a városgondnokság segítségével végeztük el ezt a munkát. A belügyminisztérium több ütemben ír ki pályázatot a Tisztítsuk meg Magyarországot program keretében. Ezen nyert az önkormányzat 9,5 millió forintot. A belügyminisztérium több ütemben ír ki pályázatot a Tisztítsuk meg Magyarországot program keretében is. A jelenlegi ütemmel novemberben került kiírása, és most február végén záródik. Ennek a munkálatait láthatjuk jelen pillanatban. Ez egy 9,5 millió forintos pályázati 100%-os támogatottságú projekt, amely kapcsán megújulnak a Karcag önkormányzati területein illegálisan ott hagyott szemetek, hulladékok, építési törmelékek, tehát a kommunális és a mindenféle elhagyott törmelékek. Kétfelé kell vennünk magát a pályázatot, az egyik a belterületi részeknek a megtisztítása, amely ugye hallottuk az előbb, hogy az északi és a déli városrészen került felszámolásra. Ami probléma, és ugye szintén hallottuk, hogy önkormányzati területekről nagyon sok olyan terület van, amely magánkézben van, tulajdonosa van, és mégis oda hordják az elhagyott portákra, az elhagyott épületekre a szemetet. Erről nem szól a pályázat. Én remélem, hogy a következő ütemek akár ezt is lehetővé teszik majd. A másik pedig azok a külterületi határrészeknek a megújulása is, ami jelen pillanatban itt Magyarkán is zajlik, hiszen évekkel, évtizedekkel ezelőtt akár ide hordták ezt az építési törmeléket, amelytől szeretnénk megtisztítani a határrészeket. Több hely is van, én bízom abban, hogy a következő pályázati ütemek úgy, ahogy a belterületi részeken is, majd lehetővé teszik azt, hogy a külterületi részek is megújuljanak. A február végéig tartó pályázat másik része az önkormányzati külterületek megújítása. Ez zajlik most Magyarkán. A külterületre évekkel, évtizedekkel ezelőtt hordtak ki építési és egyéb törmeléket, amitől most megtisztítják a területet. Hogy hallottuk, most már a 60 tonnához közelít az a hulladék mennyiség, és ahogy hallottuk, ebbe aztán mindenféle van, tehát az úszógumitól kezdve a gumiabroncson át az állati hulladékig, tetemekig gyakorlatilag minden megtalálható ebben az illegális hulladék
lerakóban, hulladék lerakókban, hiszen több mindenről beszélünk. Én kérdeztem a szakembereket, hogy ezt hogy kell elképzelni, mondjuk így négyzetméterben van nagyságra, de hát ez egy ilyen családi ház méretű, ami jelen pillanatban elszállításra került, és ahogy nézzük, látjuk a határban, több családi háznyi illegális hulladékot is föl kell még számolnunk. A legfontosabb az, hogy túl azon természetesen, hogy ezeket megpróbáljuk különböző pályázati vagy saját forrásból felszámolni, hogy egyfajta szemléletváltás is bekövetkezzen, hiszen a hulladéklerakó nyitva áll mindenki számára, bizonyos mennyiségig a kommunális hulladékot, illetve az építési törmeléket is el lehet helyezni. Egyszerűen csak a fáradtságot kell venni, fölpakolni egy teherautóra, vagy netán betenni a személykocsi hátuljába, és ki lehet vinni. Tehát amikor valaki azt célozza meg, hogy az összegyűjtött szemetét a határba és a különböző erdősávok, ilyen vízösszefolyások mellett tegye le, ahhoz is meg kell tenni azt a kilométert, amivel egyébként, ha a hulladék lerakót célozza meg, akkor teljesen biztonságban olyan körülmények között tudja elhelyezni, ami aztán mindenki számára megfelelő. Tehát én arra kérek mindenkit, aki kommunális hulladékot, építési törmeléket szeretne elhelyezni, hogy keresse a szakembereket, hiszen megvan rá a megoldás Karcagon is. A projekt kapcsán felszámolják az önkormányzati tulajdonú területen lerakott kommunális szemetet, építési törmeléket. A pályázat egyik része volt a déli és északi városrészen az önkormányzati rész megtisztítása. Az önkormányzati területek mellett azonban nagyon sok olyan magántulajdonban lévő elhagyott porta, épület van, ami szemetes. Erre nem szól a jelen pályázat, fogalmazott a városvezető, aki reméli, a következő pályázatok már ezen részek felszámolását is lehetővé teszik. A Magyarországi Református Egyház legfőbb törvényhozó testülete, a Zsinat február 17-én világi elnökké választotta Molnár Jánost, a tiszántúli Református Egyházkerület főgondnokát, Berekfürdő polgármesterét. A nagykunsági református egyházmegye egyházmegyei gondnoka volt Molnár János több egyházi ciklusban, majd egyházkerületi világi főjegyzővé választották, végigjárta a ranglétrát. Évvégén a tiszántúli református egyházkerület egyházkerületi főgondnoka lett, két hete pedig a zsinat világi presbiteri, azaz nem lelkészi elnökévé választották. Polgármesterként és egyházi vezetőként is nagyon fontos számára a személyes kapcsolat kialakítása, a meglévők elmélyítése, tájékoztatta a Karcag Televíziót Molnár János. Hírstúdiónk vendége nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes, akivel a református óvoda terveiről ad tájékoztatást. Mai vendégünk nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes. Üdvözlöm esperes urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszöntöm, és én is köszönöm a meghívást. Egy hatalmas beruházás elején vannak nevelési intézmény tekintetében. Mit lehet tudni a részletekről? Igen, ezt már megénekeltük egy évvel ezelőtt, hogy hát nekünk a Covid járványnak az egyik legnagyobb áldozata az óvoda beindítása. Tekintettel arra, hogy már egy évvel ezelőtt olyan helyzetben voltunk, akkor pont a kiviteli terveket majdnem, hogy napra pontosan elkészítettük, hogy ez a híres fehér holló, annak az átalakítása, és a Covid járvány, gondoljuk el, tehát tavaly február 20-ára készült el a kiviteli terv, ugye annak van egy minősítése, annak van egy olyan átfutási ideje, amíg minden úgy a helyére kerül, és májusban meg be kellene adni a használatba vételi engedélyt, meg a működési engedély iránti kérelem nyomtatványait. Bejön márciusban egy olyan Covid-járvány, ami leállítja az országot. És legközelebb júniusban van feloldás belőle. Tehát pont az az idő, amire azt mondjuk, hogy na, ha igazán effektív munkavégzésre alkalmas, az kiütődik. Semmi gond. Elkezdtük szeptembertől, novembertől, megint kaptunk egyet, úgyhogy megint ugyanott tartottunk. De hála Istennek most ott tartunk, hogy közben megvolt a terv optimalizáció,
és megvan a terveknek, hát nyilván ugye át kell nézni, megvan a átvizsgálása, éppen a napokban van, vagy kezdődik a beszerzésnek a kiírása, és ha ugye ez egy átalakítás, egy felújítás, ha Jóisten megtart bennünket, akkor március vége felé az effektív munkavégzés elindulhat, tehát mindenképpen szeptembertől már be kell indítsuk az óvodát. Tehát ez az elv, és most még azért nincs munkavégzés, mert ugye a munkaterület még nem lett átadva, de a felmérések alapján mi úgy gondoljuk, hogy augusztus elejére teljesen elkészül az óvoda. Nyilván itt egy átalakításról van szó, ezt azért el kell, hogy mondjam, hogy ha valaki emlékszik még, hogy hogyan nézett ki a Fehér Holó, akkor az meglepetésben lesz részesítve, mert hát falakat kell beépíteni, akkor helyiségeket kell kialakítani, olyan helyeken ott, ahol nem is gondoltuk volna, vízes blokkokat kell kialakítani. Tehát ez az az idő, ami miatt eltolódik az átadás, átvétel, a működési engedélynek a kiadása, de ebbe az időben, ami előttünk van, ez belefér bőséggel. Anyagi forrásaink megvannak rá, tehát ha most el tudjuk kezdeni, akkor mindenképpen szeptember 1-től elindul a óvodánk. 3 csoporttal, ez a jövő. Legalábbis az első időszakban, és aztán utána pedig az igényektől függ, mert van egy következő tervünk, hogy esetlegesen többi csoporttal is, tehát több csoporttal is tudunk indulni, hogyha erre lesz a szülők, a lakosság részéről igény, akkor megvan a tervünk arra, hogy hogyan tudunk belépni ebbe a óvodai, nevelői munkába egy akár egy 5 csoporttal. Esperes úr, köszönöm az interjút. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!